Több mint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös árvízvédelmi projektje. A beruházásban mintegy 22 kilométernyi töltés fejlesztése, zsilipek átépítése és korszerű fenntartógépek beszerzése szerepel. A projekt nyitórendezvényét Nagyaron tartották. A Felső-Tisza-Tivadar híd feletti szakaszán 2015. decemberében indultak el az árvízvédelmi munkálatok. Többek között a védvonalak terhelésének csökkentése. Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével. A projekt nyitó rendezvényét Nagyarban tartották. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tiszavidékén élő emberek és javaik védelmét is szolgálja. A Felső-Tiszavidék az ország legveszélyeztetebb szakasza, hiszen itt kedvezőtlen helyzetekben, ez azt jelenti, hogy hirtelen felmelegedés, ami gyors hóolvadást is jelenthet a Kárpátokban, valamint még a fagyos föld nem tudja beengedni a vizet, a kettő együtt az igen komoly problémákat okozhat. Sajnos volt rá több esetben is példa, amikor árvíz veszély, vagy esetlegesen árvíz alakult ki. Ugye nyilván itt az elsődleges feladat, hogy meg kell nézni, hogy a töltések hogyan bírják elvezetni, vagy legalábbis irányítani a megnövekedett vízhozamot. Itt szoros kapcsolatban van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vízügyi cég, a Fetikövízig, a kárpátaljaiakkal, így folyamatosan látjuk azt, hogy ők milyen fejlesztéseket csinálnak. A tervezett fejlesztés 6 település, Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka és Magosliget közigazgatási területén valósul meg. Védőhatása azonban a Tisza és a Túr közti teljes területet érinti. Láng István szerint a beruházás nem csak a térségnek, az egész országnak fontos. 10 éve végeztünk egy felmérést, és gyakorlatilag ebből a felmérésből az jött ki, hogy ez az egyik legveszélyeztetettebb szakasz Magyarországon, aminek az átépítése most megkezdődik, hiszen az elmúlt 10 év alatt ebben a térségben jelentősen nőttek az árvízszintek közel 2 méterrel, tehát itt a mentett oldalon lévő lakosság elég nagy veszélyben van, ezt a helyzetet szeretnénk megszüntetni, úgyhogy ezt a munkát én személyes ügynek is érzem, hogy megkezdjük. Európai Uniós finanszírozásból mindahogy a legtöbb nagy vízügyes projekt abból valósul meg. Azonban Magyarországnak mérlegelés lehetősége van, hogy miket preferál és miket hagy későbbre saját költségvetésben megvalósítani. Ez természetesen ezt a projektet preferáltuk, tehát az első helyre került az utóbbi évtizedben. A fejlesztés hosszú távú pozitív hatásai közé sorolható az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése is. Ezt már Bodnár Gáspár, a Fetivízig igazgatója mondta el televíziónknak. Nagyon gyorsan érkezik az árhullám a hegyekből az országhatára. Éppen ezért fontos, hogy a hazánkba érkező szakaszon a védvonalak megfelelő teljesítménnyel bírjanak, megfelelő méretűre legyenek kiépítve. Az elmúlt 25 évben, 93-tól napjainkig 10 rendkívülnek nevezhető árhullám vonult le itt a Felső-Tisza vidékén. 4 esetben rendkívüli árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a honvédség bevetésére is sor került, és tudjuk azt, hogy a hegyvidéki vízgyűjtőn végzett emberi beavatkozások hatására magasabb szinteken is levonulhatnak az árhullámok, hiszen a csapadék tevékenység lehet olyan, hogy nagyon rövid időn belül nagyon nagy mennyiségű eső hullhat a térségben a területre. Ez a térség hazánkban kiemelten veszélyeztetett az árvizektől, nagyon kevés idő áll rendelkezésre a védekezésre való felkészülésre. Éppen az a célja a projektnek, hogy ezek a védművek legyenek készen, amikor a nagy árvizek érkeznek, ne akkor kelljen több ezer, több tízezer embernek áldatlan körülmények között homokzsákokból megépíteni a töltésmagasítást, a töltésmegtámasztást, hanem ezek a létesítmények már legyenek a helyükön. Természetes, hogy akkor is ezeket a műveket ellenőrizni kell, hiszen földből vannak, de ezeket a munkákat, ami rendkívül igénybe veszi a lakosságot, a közreműködő szervezeteket, és természetesen a költségvetésnek a terheit is nagyon súlyosan növeli, hiszen egy ideiglenes mű építése mindig sokkal drágább, hiszen ott bontásra és helyreállításra is szükség van, míg egy kész létesítmény képes a nagy vizek ellen is védeni bennünket.
Összesen több mint 22 kilométernyi Tiszabecs és Magosliget, illetve Tiszabecs és Tiszakórót közötti szakaszt érint az a töltésfejlesztés, melynek munkálatain előreláthatólag több mint 100 szakember dolgozik majd. A projekt befejezési határidő az 2019. június. Mi szeretnénk határidőre ezt a projektet befejezni. A töltésfejlesztés egyébként azt a munkát akarja, hogy a töltéseket megmagasítjuk, körülbelül 1 és 1 méter 50 centi közötti magasítás lesz a töltéseken, és a töltések azok nagyobb keresztszelvénnyel fognak újjáépülni, tehát szélesebbek lesznek, erősebbek lesznek. Ehhez hozzáigazítjuk a töltésben lévő árvízvédelmi műtárgyaknak a magasságát, illetve a geometriai adatait is. A projekten várhatóan csúcsidőben több mint 100 ember fog dolgozni, úgy gondoljuk. 4 konzorcium nyerte a kivitelezési munkát, és ezeknek a konzorciumi tagoknak a teljesítésétől függ, hogy egy-egy időszakban mennyien dolgoznak, de várhatóan 100 ember fölött lesz, amikor elindul. Az árvízvédelmi beruházásban a töltésfejlesztésen kívül 4 zsilip átépítése, a Tisza 4 partvédelmi művének rekonstrukciója, 2 gátőrház, illetve védelmi központ korszerűsítése, fenntartógépek beszerzése és vízrajzi állomások korszerűsítése is szerepel.